Az indián nyár helyett a folytatásban az igazi hamisítatlan ősz köszönt be, erősen felhős borult időszakokkal és többfelé csapadékkal. Köszöntöm Önöket az M1-en, Fölhéz Adrián vagyok, jó reggelt kívánok! Búcsúztassuk ezt a kellemes nyárutót egy nyarat idéző pillanatképpel a Balaton felvidékről. Mésző Jánosnak nagyon szépen köszönjük a fotót. Önöktől is várjuk az időjáráshoz kötődő színes, aktuális és érdekes felvételeket. A Kárpát-medencét nagyrészt egy felhőzet hálózza be, amely egy fronthoz kötődik. Ez a hideg front pedig hullámot is vetett, vagyis csak nagyon lassan halad tovább. Nyugatról, délnyugatról több hullámban érkezik hozzánk csapadék, döntően eső és záporeső képében. A délvidéken, valamint az őrvidéken viszont nem kizárt, hogy akár még az ég is megdörren, főként a délutáni órákban. Zivatarok környezetében pedig viharossá válik a légmozgás, és a zivatarokat apró szemű jég és felhőszakadás kíséri. A Kárpát-medencében egyébként is északnyugatira fordul az áramlás, és a következő napokban ezzel zúdul be a jóval hűvösebb, hidegebb levegő. Északkeleten ma a délutáni órákban még több-kevesebb bujkáló, derengő napsütést élvezhetnek az ott élők, de inkább a felhős időszakok felé billen el a mérleg. A csúcsértékek széles skálán belül változnak, 16 és 25 fok között. Nyugaton, őrvidéken az alacsonyabb, északkeleten, Kárpátalján a magasabb értékekkel. A folytatásban napról napra csökken a hőmérséklet, és nem csak délutánonként észlelhetjük ezt, hanem éjjel is. Ahogyan az érkező hidegebb levegő éjszaka nyugalomba kerül, döntően 10 fok közelébe hűl a levegő, de a völgyekben és a szélvédett részeken nem kizárt, hogy 5 fok alá süllyed a hőmérséklet. Láthatjuk, hogy a jövő héten plusz 1, plusz 3 fok is elképzelhető. Szombaton és vasárnap még több lesz felettünk a felhő, aztán ez a felhőzet fokozatosan vékonyodik, szakadozik, illetve a hozzátartozó csapadékmező kelet felé távozik az országból. Vasárnaptól már csak szorványosan, elszórtan készülhetünk csapadékra, így az esernyőket azért nem érdemes messzire tenni. Egy idei hőhullám beírta magát a történelembe azzal, hogy még nevet is kapott. Zoé. Az ötlet a spanyoloktól ered. Ott idén július 24-e és 27-e között Sevillában például olyan hőség tombolt, hogy a hőmérő higanyszála 44,4 Celsius fokig emelkedett. A hurrikánok már régóta kapnak emberneveket, és a hőhullámok esetében is megkönnyítheti a kutatók munkáját az ilyen típusú jelölés, hiszen minden hőhullám kicsit különbözik a másiktól. Hőmérsékletbeli, időtartambeli eltérések lehetnek köztük, illetve az eredetük is változó. Csak úgy, mint a hurrikánok esetében, itt is praktikusabbnak találták, illetve a közvéleménynek is felismerhetőbb, ha nem számokkal, kódokkal illetik ezeket, hanem keresztnevekkel. A hőhullámok elemzése kiemelt figyelmet kap, hiszen ezek komoly veszélyeket rejtenek. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.